A határvédelemben egyetértenek, de a menekültek beengedésében továbbra sincs egyezség az Unióban. Hitleri ultimátumhoz hasonlította Lázár János Martin Schulz Európai Unióval kapcsolatos reform elképzeléseit. Garázdaság miatt körözi a rendőrség Bárdosi Sándort, a birkózó nem érti, miért keresik, nincs rendezetlen ügye. És párbeszédversenyt rendeztek Debrecenben, Ludas Matyit vádolták meg hivatalos személy elleni erőszakkal. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, én Nemes Anna vagyok, köszöntöm Önöket. A határvédelem fontosságában és a menekültek megállításában a határnál egységesek voltak az Európai Unió vezetői, de több vitás kérdés maradt. Ezt Orbán Viktor közölte a tárgyalások után. A miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondja, hogy továbbra is sokan vannak ugyanakkor azok, akik be akarják hozni a migránsokat Európába, utána pedig kötelezően szét akarják osztani őket. A kormányfő szerint így Magyarországra is telepítenének be migránsokat. A visegrádi országok egyébként 35 millió eurót ajánlottak fel arra, hogy a menekülteket már Líbiában megállítsák. Olyan ultimátumot, mint Martin Schulz utoljára Hitler adott Magyarországnak, ezt Lázár János mondta a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is mondta, hogy bár Magyarország Jeruzsálemet továbbra sem ismeri el Izrael fővárosának, nem kívánja minősíteni az Egyesült Államok elnökének döntését. Az Egyesült Államoknak joga van Izrael fővárosaként elismerni Jeruzsálemet, az Európai Uniónak pedig nem az a dolga, hogy az Egyesült Államok elnökének döntését minősítse, hanem hogy a saját álláspontját kialakítsa. Így kommentálta az amerikai elnök korábbi bejelentését Lázár János. A magyar álláspont teljesen világos, az amerikai döntést követően sem fogunk változtatni a közel-keleti álláspontunkon, amely arra törekszik, hogy kiegyensúlyozott, tartalmas és normális kapcsolatot tartson fenn mindenféllel. A miniszterelnökséget vezető miniszter egy másik külpolitikai kérdésre már jóval élesebben reagált. Teljesen megdöbbentő Magyarország szempontjából az a Martin Schulz féle nyilatkozat, aki egy új európai alkotmányt, egy új európai szövetségi államot vizionál, amihez 2025-re mindenkinek csatlakozni kell, és aki nem csatlakozik, az automatikusan kimarad. Ilyen ultimátumot, mint amit Martin Schulz mondott be néhány nappal ezelőtt, ilyen ultimátumot Magyarország legutóbb Adolf Hitlertől kapott. Lázár János az új magyar energiapolitikáról is beszámolt. Mint elmondta, a kormány megkönnyíti a földhasználati szabályokat annak érdekében, hogy ösztönözze a mezőgazdasági érdekeltségeket napelemparkok létrehozásában. Az Agrárkamara kezdeményezése alapján elfogadunk egy szabályrendszert, amely azt fogja ösztönözni, hogy a mezőgazdaságban érdekeltek, tehát a földtulajdonos földhasználók, a földművesek legyenek azok, akik első helyen naperőmű létesítésre lehetőséget kapnak. Korábban a kormány nem támogatta a megújuló energiaforrások bevonását, ugyanis jelentős termékdíjat vezetett be az ilyen rendszerekbe. A jövőben azonban már ezekből szeretné a magyar energiaigények felét kielégíteni a kormány. Lázár János elmondta véleményét Pócs János fideszes képviselő fotójáról is, amelyen egy leölt disznóra azt írták ki, hogy ő volt a soros. Nem méltó egy fideszes képviselőhöz, azzal együtt, hogy Pócs Jánost barátomnak tekintem, nagyon jó szövetségesnek, harcosnástak, kiváló parlamenti képviselőnek, nagyon sikeres és nagyon jó harcosnak, aki sokat tesz a választókerületéért. Ennek ellenére szerintem ez nem volt olyan dolog, ami jó ízlésre vallana, és nem volt méltó, úgy gondolom, hozzánk fideszesekhez. A miniszter beszámolt arról a készülő törvényről is, amely szerint a jövőben a fővárosban nem épülhet 65 méternél magasabb épület. Ez ugyanakkor már nem érinti a Garancsi István cég által készülő 120 méteres toronyházat a Kopaszigátnál, és az Árpád-hídi beruházás sem. Lesz tető a fejük fölött, ezt közölte csütörtök este közösségi oldalán a Pécsi Emberség Erejével Alapítvány. A Soros György támogatásából működő alapítvány a felajánlásoknak köszönhetően a belvárosban működhet tovább. A szervezetnek a Népszava beszámolója szerint azért kell távoznia a korábbi irodájából, mert a tulajdonos cég nem engedte, hogy a helyiségben már üzemelő szórakozó helyen egy irodát tartsanak fenn. A pécsi közgyűlés közben csütörtökön elfogadott egy olyan határozatot, amely felkér minden
Pécsit, hogy ne adjanak bérbe helyiséget a Soros Györgyhöz köthető szervezeteknek. A Nyílt Társadalom Alapítvány közleményében azt írta, hogy ezek a megfélemlítő taktikák a magyar történelem legsötétebb időszakait idézik, amikor állami eszközökkel hallgattatták el a kritikus hangokat. Ma tartja fáklyás demonstrációját a Jobbik a Fidesz székházánál az állami számvevőszék büntetése miatt. A magyar demokrácia sorsa most fog eldőlni, ezt mondta a Jobbik frakció vezetője a számvevőszék épülete előtt. A párt ismét tiltakozott a hivatal által kiszabott 662 millió forintos büntetés ellen. Volner János itt találkozott a számvevőszék kommunikációs vezetőjével, aki felajánlotta, hogy a tájékoztató után megteheti észrevételeit a határozat ellen. Egy szó, mint ász. Nem félünk. Többek között ezt üzente a Jobbik. Az állami számvevőszéket ilyen és ehhez hasonló feliratokkal próbálták ráébreszteni, hogy szerintük igazságtalan a plakátok miatt kiszabott büntetés. A tájékoztató rendőri biztosítás mellett és szokatlan zajban kezdődött. A kolléginánk az igyekezett beszélni a munkásokkal annak érdekében, hogy ne ilyen hangzavarba tartsuk meg. Enikő, sikerült? Enikő azonban nem járt sikerrel. Minden ezekkel a plakátokkal kezdődött. Tiltott pártfinanszírozás miatt ugyanis 660 millió forintra büntették a Jobbikot. Ennek nagyjából a fele bírság. Az ász szerint ugyanis Simicska cégétől a piaci árnál olcsóbban bérelték a plakáthelyeket. Az állami számvevőszék az 50-es évek diktatúráit idéző módon meg sem próbálta megindokolni azt, hogy ez az összeg milyen módon lett kikalkulálva. Ezt az ÁSZ kommunikációs vezetője később cáfolta. Szerinte az árképzési módszereket megvizsgálva döntöttek. Ennek az egész játszmának tehát nagyon sok magyar ember szerint nem az a tétje, hogy a Jobbik él vagy hal, hanem hogy a magyar demokrácia sorsa most fog eldőlni a következő időszakban. A frakció vezető szerint a Fidesz elhatározta, hogy anyagilag megsemmisíti a Jobbikot, és lehetetlené teszi, hogy elinduljon a választásokon. A tájékoztató után egy menetrenden kívüli találkozó is létrejött, amikor az ÁSZ kommunikációs igazgatója Volner Jánoshoz lépett és a hivatal épületébe invitálta. Arról tájékoztattam őt, hogy jelenleg az ellenőrzés, a Jobbik ellenőrzése a 15 napos észrevételezés időszakában van. Azaz lehetősége van a kiszabott bírsággal kapcsolatban észrevételeket tenni, mert csak a meghallgatás után hoznak végleges döntést. Jogorvoslati lehetőség azonban a mostani szabályok szerint nincs. Itt a számvevőszék itt olyan konkrét bizonyítékokkal alátámasztott megkeresést kapott egy hatóságtól, dokumentumokat, szerződéseket, számlákat, amelyeket kötelessége volt megvizsgálni ebben az esetben. Majtényi László szerint Simicska önfeljelentése után tudható, a Fidesz 2010-es elszámolása köszönő viszonyban sincs a valósággal. Ezt jól lehet rekonstruálni. Akkor, hogyha Fideszről van szó, akkor nincsen hatásköre a számvevőszéknek, amikor pedig egy ellenzéki pártról, vagy most ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy a legerősebb ellenzéki pártról van szó, akkor pedig van, és mondom, van egy 28 éves töretlen gyakorlat, hogy nem hajlandó a pártokat ellenőrizni a számvevőszék. A Jobbik elnöke Vona Gábor nyílt levelében felszólította Orbán Viktort, hogy állítsa le a számvevőszéket, és ahogy írja, kösse meg a kutyáit. Válaszában Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke azt javasolta, hogy a Jobbik tisztázza a zavaros pénzügyeit és tartsa be a törvényeket. Közös ökopolitikai programmal készül a jövő évi választásra az LMP és az Új Kezdet. Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök jelöltje a fenntartható jólétet nevezte a legfontosabbnak, míg az Új Kezdet vezetője az önkormányzatok jogainak helyreállítását sürgette. A Fidesz szerint az LMP is Soros György kottájából játszik. Közös választási program bemutatóra érkezett az LMP és új szövetségese az Új Kezdet. Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök jelöltje először a két párt szövetségének ideológiai alapjait ismertette. Ez egy ökopolitikai program, és azon nyugszik alapvetően, hogy a mi emberképünk az az önmagáért, a közösségért, a jövő generációkért felelősséget vállaló ember. A bemutatón a legtöbb szó a gazdasági tervekről esett. A mi gazdaságpolitikánknak a fókuszában a fenntartható jólét áll. És mi ezzel kapcsolatban három fontos intézkedést jelöltünk ki célul. Az egyik és legelső a bérválság felszámolása Magyarországon, a második az a kis és középvállalkozásoknak a helyzetbehozása. Mi úgy fogalmaztuk meg, hogy az LMP Új Kezdet kormánynak a kis és középvállalkozások lesznek a stratégiai partnerei, és a harmadik fontos célunk az a gazdaságnak az átállítása a 21. századra.
Az Új Kezdet elnöke Gödöllő polgármestereként elsősorban az önkormányzati rendszer válságáról beszélt. Gémesi György szerint az ország jelenleg a rosszul működő tanácsrendszer felé tart. Ebben az anyagban gyakorlatilag egy olyan építkező folyamat van rögzítve, ami valóban nem csak az, hogy visszaadja a település önkormányzáshoz való jogát, hanem egyszerűen a feladatokat a megfelelő helyre helyezi, és nem politikai kontroll alatt működteti, hanem a választott emberek, a választott testületek, amik egy helyi közösség által választott testületek döntéseinek, döntései alá helyezi. Ez a dolog lényege. A Fidesz közleményben bírálta a két párt szövetségét. Mint írták, az LMP eddig minden alkalmat megragadott arra, hogy Soros György érdekeit védje. A nagyobbik kormánypárt szerint ez nem meglepő azok után, hogy korábban Szél Bernadett maga is egy migránspárti Soros szervezetnél dolgozott. Meg tud bocsátani Karácsony Gergely, amiért Berkec Balázs titokban hangfelvételt készített, és azt nyilvánosságra is hozta. Az együtt közben etikai vizsgálatot indított, és szabadságra küldte Berkec Balázst. Az ügyben sem az érintett, sem az együtt nem akart megszólalni. Korábban azt írták, hogy bár Berkec Balázs készítette a felvételt, ahhoz nincs köze, hogy az megjelent egy névtelen blogon. Mindent meg fogunk tenni az együttben azért, hogy végre európai hely legyen Magyarország, és hogy ilyen karácsonyfagömbök ne kerülhessenek ki közterületre. Néhány napja még a Hopál Pétert ábrázoló pécsi karácsonyfa díszeket mutogatta videójában Berkec Balázs. Goebbelsi módszerekről beszélt és személyi kultuszról. Azóta kiderült, hogy az együtt politikusa készítette azt a felvételt, amelyen Karácsony Gergely nem érti, miért hagyta magát rábeszélni a miniszterelnök jelöltségre, mert alapvetően sokkal jobb lett volna, ha el sem kezdi. Itt néhány szót azért ki is kellett pontoznunk. Karácsony egyébként, bár tudta és beleegyezése nélkül vette fel a beszélgetést Berkec Balázs, mégis elnézést kért a stílusért. Hívását hangpostára irányítjuk. Berkec Balázs egész nap elérhetetlen volt, a pártvezetők pedig megtiltották neki, hogy nyilatkozzon. Az együtt közleményében azt írta, Berkec Balázs készítette a felvételt, azonban ahhoz nincs köze, hogy ez megjelent egy névtelen blogon. Igaz, azt elismerte, hogy 10 percig saját Facebook oldalán is kint volt. Az etikai vizsgálat idejére pedig Berkec Balázs önként felfüggesztette elnökségi tagságát. Karácsony Gergely azt mondta az ATV-nek, sajnálja, hogy kikerült a hangfelvétel. Ennek ellenére megbocsát Berkec Balázsnak, és elmennek majd kávézni. Igen, valóban én biztos voltam benne, hogy ő volt az, de én ezen a történeten túl vagyok. Én örülök, hogy ő rájött arra, hogy ez nem volt helyes, és a magam részéről meg is tudok bocsájtani, úgyhogy szerintem lépjünk túl ezen a történeten. A híradónk által megkérdezett szakértő szerint ez azért nem olyan egyszerű. Az egy olyan politikusi hiba, egy olyan politikusi felelőtlenség, amelynek alig ha hiszem, hogyha teljes mértékig lezárul a vizsgálat az együttön belül, annak ne az lenne a végeredményben, hogy Berkec Balázs elhagyja az együttet, vagy el kell hagyni az együttet. Az ügynek akár lehetne jogi következménye is, hiszen valakinek a tudta nélkül készítettek hangfelvételt, ráadásul azt nyilvánosságra is hozták. Ha közszereplő, ha nem közszereplő, akárki mondotta vagy tette azt, amit tett, vele szemben fellépni csak akkor lehet polgárjogi értelemben, hogyha a sértett viszi ezt bírói útra. Mivel Karácsony Gergely megbocsátott, így Berkec Balázst jogi felelősség nem terheli, csak politikai. Elfogató parancsot adtak ki Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó ellen. A rendőrség garázdaság miatt keresi, de az nem derült ki, hogy mivel gyanúsítják. Bárdosi Sándor a 24.hu-nak azt mondta, hogy nem érti, miért került fel a körözöttek listájára, ugyanis egy 2,5 évvel ezelőtti ügyével kapcsolatban mindent befizetett. Hozzátette, hogy az erről szóló dokumentumokat a következő napokban be is mutatja az illetékes bíróságon. Bárdosi azt is közölte, hogy példás családi életet él, és akkor lenne a legboldogabb, ha nem kellene ilyen igaztalan ügyekkel foglalkoznia. Azt ő sem árult el, hogy milyen ügyről van szó. Ketten meghaltak, miután két késeléses támadás is volt egymás után tegnap este Maastrichtban. A támadások egymástól pár száz méterre történtek a holland városban. A támadásokban többen meg is sebesültek. A helyiek szerint van kapcsolat a két eset között, ugyanakkor azt nem tudni, hogy kik és miért támadtak.
Szexuális kényszerítés miatt vádat emelt az ügyészség egy 41 éves budapesti pedagógus ellen, közölte a fővárosi főügyészség. A vád szerint két olyan eset is volt, amikor érzelmi zsarolással, hatalmi helyzetével visszaélve vette rá diákjait a szexuális kapcsolatra. A vádiratban 4 kiskorú terhére elkövetett bűncselekmény szerepel, amelyért akár 12 év börtönt is kaphat a zuglói gimnázium tanára. A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a pedagógust tiltsák el a foglalkozásától. 4 gyerek meghalt Franciaország déli részén, ahol egy iskolabusz összeütközött egy vonattal. 7 súlyosan megsérültek, 12 pedig könnyebben. A busz ketté szakadt az ütközéstől. A mentők, a tűzoltók és a rendőrök nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, helikoptereket is küldtek a mentéshez. A vasúti közlekedés leállt a területen. Macron elnök állami segítséget ígért az áldozatok hozzátartozóinak. Szörnyetegnek nevezte a szexuális bántalmazásokkal vádolt Harvey Weinstein-t Salma Hayek. A mexikói származású színésznő újságcikkben részletezte, hogy a hollywoodi producer éveken át zaklatta, sőt egyszer megfenyegette, hogy megöli. Közben egy másik hollywoodi producer maga állt a nyilvánosság elé visel dolgaival. Több hollywoodi sztár után Salma Hayek is nyilvánosságra hozta, miként zaklatta őt éveken át Harvey Weinstein. A mexikói színésznő erről a New York Times hasábjain írt, ahol bevallotta, eddig igyekezett kimosni az agyából a vele történteket, de most úgy érzi, meg kell osztania a nyilvánossággal a traumát, amit Weinstein okozott neki. Hayeket a 2002-ben készült Frida című film forgatása alatt kezdte el zaklatni a producer. Rendszeresen megjelent hotelszobái ajtajában az éjszaka közepén. Arra kérte, hogy zuhanyozzon vele, vagy nézhesse, amint zuhanyozik. Weinstein meg akart masszírozni, sőt, orális szexet ajánlott neki. Hayek állandóan nemet mondott, ami egyre jobban bosszantotta a film Cézárt. A színésznő szerint valószínűleg csak azért nem erőszakolta meg, mert olyan barátai voltak, mint Quentin Tarantino és George Clooney. Weinstein szóvivője útján cáfolta Salma Hayek állításait. A producer azt állítja, mindent megtett Hayek sikeréért. Közben egy amerikai filmproducer maga állt elő azzal, hogy szexuális visszaéléseket követett el a múltban. Morgan Spurlock, a Super Size Me című dokumentumfilm producere mikroblogján jelentette be, hogy ő is a probléma része. Részletesen elmesélte, hogy főiskolai évei alatt egy lány nemi erőszakkal vádolta, később pedig, amikor már állást vállalt, női beosztottját rendszeresen inzultálta verbálisan. Mint Spurlock írta, segítséget kért, és mindent megtesz a változásért. Hollywoodban októberben tört ki a botrány, amikor többen is szexuális zaklatással vádolták meg Harvey Weinstein-t. A producer bocsánatot kért, de szerinte nem minden ellene felhozott vád igaz. Az által alapított cég azonban elbocsátotta, és rendőrségi nyomozás indult ellene. Azóta szinte naponta kerülnek napvilágra molesztálási ügyek Hollywoodban. Az egyik legnagyobb botrány az Oscar-díjas Kevin Spacey-t övezte, akit többen is szexuális bántalmazással vádoltak. Januárban oldódhat meg a Ferencvárosi Sportiskola takarítási problémája, akkortól kötöttek szerződést egy takarító céggel. Az elmúlt hetekben sorra mondtak fel a takarítónők, ezért a tanároktól, a diákoktól és a szülőktől vártak segítséget, írta meg az Index. Iradónk úgy tudja, hogy valóban szülők is takarítanak, velük azonban megbízási szerződést kötött az intézmény. A Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium a 9. kerületben. A hatalmas épület tisztaságáért korábban 5 takarító felelt. Az elmúlt hónapokban azonban egyikük nyugdíjba ment, másik családi okok miatt nem tud bejárni, 2 korábban felmondtak, az utolsó takarító pedig most. A probléma miatt nemrég ilyen plakátokat tettek ki a tantermek ajtajára. A takarító személyzet hiánya miatt ezt a tantermet tanárok és diákok takarítják, áll a papíron. Az Index információja szerint az igazgató egy értekezleten el is mondta a tanároknak, hogy takarítaniuk kell, néhány szülő pedig rendszeresen besegít nekik. Híradónk azonban úgy értesült, hogy a gyerekek szülei ezt pénzért teszik. Úgy tudjuk, az elmúlt napokban 3 szülőt vettek fel az iskolába takarítani, megbízási szerződéssel foglalkoztatják őket. Azt is megtudtuk, hogy az iskola már októberben jelezte a fenntartónak, hogy problémáik vannak a takarítással, ennek ellenére hónapokig nem történt semmi, most állapodtak meg egy takarító céggel. Kerestük az iskola vezetőjét, de nem kaptunk választ a kérdéseinkre, így egyelőre nem lehet tudni, hogy a pénzhiány, a bürokrácia vagy a munkaerőhiány miatt került ilyen helyzetbe az iskola.
Beszéltünk a PDS elnökével, aki azt mondja, olyat már hallott, hogy a tanárok papírt, krétát, filctollat visznek az iskolába, de hogy nekik kellene takarítaniuk, még nem. Ennek ellenére nem lepődött meg a hír hallatán. Azt kell mondanom, hogy ez egy tűretetlen állapot, de egyébként jellemzi azt, ami ma Magyarországon történik. A kerület egyik ellenzéki képviselője is úgy látja, országos problémáról van szó. Az is lehet a gond, hogy egyszerűen nem marad már Magyarországon munkavállaló. Látjuk minden napi tapasztalat, hogy az egészségügyből az ápolók, az orvosok, de a szakmunkások közül kőművesek, burkolók, üvegesek, asztalosok, már senki nincs Magyarországon, takarítók sincsenek, ez pedig mind a kormány elhibázott politikájának köszönhető. A fenntartó nem sokkal adásunk előtt küldte el válaszait kérdéseinkre. Ebből kiderült, hogy a közbeszerzési eljárás kiírása és a nyertes kiválasztása miatt telt el ennyi idő. A nyertes takarító cég januárban áll munkába. Krónikus gyógyszerhiány van országszerte, írja a Népszava. A lap szerint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet hiánylistáján olykor életmentő vakcinák is vannak, például az agyhártyagyulladás elleni, illetve a tetanuszoltás. Iradónk megkérdezte a gyógyszerhatósági ügyek főosztályát, ahol azt mondták, semmivel sem súlyosabb a probléma, mint korábban volt, gyógyszerhiányról pedig nem lehet beszélni. Ezen a listán látható azoknak a gyógyszereknek a neve, amelyek ebben a ferencvárosi patikában jelenleg hiánycikknek számítanak. Több vérnyomás csökkentőt sem tudnak kiváltani a betegek. Vagy megpróbáljuk helyettesíteni a gyógyszert, vagy pedig, amennyiben ez nem lehetséges, megkérjük, hogy a konzultáljon az orvossal, és az orvos valamilyen más terápiát próbáljon meg neki kialakítani. A házi orvos híradónak úgy nyilatkozott, ő mindig megnézi, mely gyógyszerek hiányoznak, azokat fel sem írja a betegnek, de szerinte mellbevágó, hogy mennyi minden nincs, főleg mert, mint mondta, fontos védőoltások vannak felsorolva, és jó néhány olyan gyógyszer, amelynek alternatívája sincs. A gyógyszerforgalmazásért az állam szavatol, és igen, oda kéne figyelni ezekre a dolgokra, mert az embereknek nincs pénze, tehát a drágább gyógyszert már eleve nehezebben fogja tudni megvenni, ha pedig olyan védőoltásra van szüksége, ami esetleg őt megmenti egy fertőző betegségtől, és itt azért a meningokokusz és a pneumokokusz és a hepatitis AB védőoltásokról van szó. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési Egészségügyi Intézet hiánylistáján idén 190 készítmény több száz kiszerelése szerepelt. Mégis azt mondják, gyógyszerhiányról nincs szó, és semmivel sem súlyosabb a helyzet, mint korábban. Az pedig, mint mondták, nem fordulhat elő, hogy egy kezelést a gyógyszerhiány miatt felfüggesszenek. Vannak természetesen olyanok, amelyeket helyettesíteni kell. A transzparens táblázatunk végén mindig egy megoldást is kínálunk, tehát ott felsoroljuk, hogy melyik az a készítmény, amit egyedi importtal, vagy egy más hazai forgalomban előforduló készítménnyel lehet helyettesíteni. Tehát akkor nincsen jelenleg olyan, ami mondjuk életmentő lenne, nincs a készleten és helyettesíthetetlen? Egyértelműen mondhatom, hogy nincs. Erre azonnal megoldást keresünk. A főosztályvezető azt is hozzátette, a pánik következtében kialakuló gyógyszerhiány nehezen orvosolható. Mint mondta, amikor sok hír érkezik agyhártyagyulladásos betegekről, akkor még azok is oltatni akarják magukat, akik nem tartoznak a rizikócsoportba. Ludas Matyi és Döbrögi ügyét tárgyalták Debrecenben, párbeszédversenyben csaptak össze a debreceni egyetemi joghallgatói. A képzésben nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatra, ezért a versenyen a hallgatók élesben is megmutathatták, hogyan képviselnék az adott ügyben a vádat, vagy hogyan védenék a vádlottat. Ludas Matyi esetét Döbrögivel dolgozták fel a perbeszéd versenyben résztvevő joghallgatók. Szabályos tárgyaláson kellett dönteni arról, hogy Döbrögi háromszori megverése hivatalos személy elleni erőszaknak minősül-e abban az esetben, ha a földes úr egyben polgármester is. Jelen ügyben a mindenki által ismert Ludas Matyi történetét fogjuk feldolgozni. Lesz a csapatban egy bíró, egy ügyész és egy ügyvéd, és jelen ügyben Döbrögi István lesz a sértett, aki most itt egy polgármesteri képviselő lesz, egy tisztség. És ezért egy hivatalos személy elleni erőszak büntettével fogom vádolni Ludas Mátyást és könnyű testi sértés vétségével. Ludas Mátyás nem bízott meg ügyvédet, ezért kirendelt védő képviseli a tárgyaláson. Olyan esetben kell megtalálnom azokat a kiskapukat, ami esetleg az ügyész vagy a bíróság számára egyértelmű lehetne. Nekem meg kell találni azokat a dolgokat, ami miatt mégis meg tudom kérdőjelezni azt, hogy a vádlottat miért is nem lehetne elítélni.
A profi bírók szerint a jogi klinika nevű képzés kiváló lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók ne csak elméletben sajátítsák el a jogtudományt. A felsőbéves joghallgatók perbeszédeket tartanak, illetőleg határozathirdetési feladatot oldanak meg, és ezt díjazza majd a zsűri. A képzésünknek a lényege, hogy az elméleti oktatás mellett a gyakorlati területekre is helyezzük az fő hangsúlyt. A bíróság elnöke azt mondta, hogy a jogi pályán nem elég valamit tudni, azt úgy kell előadni, hogy azzal meg lehessen győzni a bírót, vagy akár a közvéleményt. Ez egy nagyon nehéz feladat, én szerintem. Azért nagyon nehéz feladat, mert nekik úgy kell viselkedniük, minthogyha már nagy gyakorlattal rendelkező bírók, ügyészek és ügyvédek lennének. Ennél nehezebb feladat nincsen. A versenyben a legrosszabbul Ludas Matyi járt. Ludas Mátyás vádlott, bűnös volt a túlagosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntetében. Ludas Matyit egy év börtönre ítélte a bíró. És ez volt a híradó 6 órakor, most pedig jön a start, hogy mi lesz ma a műsorban, azt pedig Kárász Robi mondja el. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szia Anna, üdvözöllek téged, és természetesen a nézőinket, érdemes lesz természetesen a hét utolsó munkanapján is velünk tartani. Mondom az étlapot, Karász Nagy Máté, az LMP szóvivője lesz egyébként az első vendégünk, ugye vele az országos napilapok híreit is majd kommentálni fogjuk együtt, vagy pontosabban kommentálni ő fogja, mi csak ugye felolvasunk néhány hírt majd Krisztával együtt. De ami még fontos, hiszen ez egy tegnapi hír, hogy az LMP tulajdonképpen tegnap ismertette 2018-as programját, erről is fogunk beszélgetni. Aztán természetesen szóba kerül az uniós csúcs, Szent Iványi István külpolitikai szakértő a liberálisok részéről érkezik hozzánk, és még egy vendéget azért mondok, Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, is eljön hozzánk, természetesen itt a pedagógusok, illetve a béremelés és a jelenlegi fizetések lesz majd a témánk. Köszönöm szépen, Robi. Most tehát a híradónak vége, de mindjárt jön a start, úgyhogy maradjanak velünk. Én pedig friss hírekkel legközelebb 7-kor várom önöket, addig is legyen szép reggelük, viszontlátásra.